A Tamási járásbíróság halálos közúti baleset okozásának vétsége miatt folytatott tárgyalást annak a férfinak az ügyében, aki 2021. november 27-én egy kétirányú útszakaszon, nedves állapotú aszfalton, jólátási viszonyok között, Nagyszokoly irányából, Iregszemcse felé közlekedve személygépkocsijával, későn észlelte az előtte azonos irányba közlekedő kerékpárost. A sértett az 51-55 km/órás sebességgel haladó autó motorháztetőjére, majd a szélvédője jobb oldalának csapódott, onnan az úttestre esett. Halálának közvetlen oka a lágy burkok közti vérzés, kemény burok alatti vérzés, diffúz idegrost és idegsejtkárosodás, többszörös bordatörés, tüdőzúzódás okozta traumás sok volt. A sértett halála és az elszenvedett baleset között közvetlen ok-okozati összefüggés állapítható meg. A vádlott terhére 2,6 másodperc észlelési cselekvési késedelem róható. A bíróság közúti baleset okozásának vétségében bűnösnek találta a személygépjárművezetőjét. A vádlottat 1 év és 10 hónap szabadságvesztésre, 250 napi tétel pénzbüntetésre és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítéli. A bíróság a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggeszti. Az ítélet egyelőre nem jogerős, a vádlott ügyvédje fellebbezést nyújtott be.